Ferenc pápa fogadta az Amazon.com alapítóját. A Vatikán államtitkára telefonon egyeztetett az új iráni elnökkel. Egy ember, aki az eukarisztiát és relikviákat mentett tájfun közben, itt a római riportokban. Új boldogokkal gazdagodott a katolikus egyház, négy vértanúval, akiket a Kongói Demokratikus Köztársaságban öltek meg az 1960-as években. Oggi a Uvira, nella Repubblica Democratica del Congo, sono stati beatificati Luigi Carrara, Giovanni Di Donè e Vittorio Facin, missionari saveriani italiani, assieme a Albert Jubè, sacerdote congolese, ucciso in quel paese il 28 novembre del 64. Il loro martirio è stato il coronamento di una vita spessa per il Signore e per i fratelli. Boldoggá avatásukat Ambongo bíboros celebrálta, idén novemberben pedig mártíromságuk 60. évfordulóját ünnepeljük. A Forbes magazin szerint a világ harmadik leggazdagabb embere, az Amazon alapítója, Jeff Bezos és menyasszonya Lauren Sanchez a Szent Márta házban találkozott Ferenc pápával. A találkozót a Vatikán hivatalosan nem jelentette be. Sanchez azonban a közösségi médiában posztolt a találkozásról. Beszámolója szerint az éghajlatváltozás elleni fellépésről és a mindennapi humorérzék szükségességéről beszéltek. Két évvel ezelőtt Ferenc pápa Elon Muskot fogadta. Négy vallási kongregáció vezetőit fogadta Ferenc pápa a Vatikánban, akik az általános káptalanjukra érkeztek Rómába. A pápa a megkülönböztetés értékéről beszélt, valamint kifejtette, hogy szerinte mire van szüksége most a világnak. Ha bisogno perciò di padri e madri che aiutino specialmente i giovani a comprendere che essere liberi non è rimanere eternamente davanti ad un bivio, facendo piccole scappatine a destra e a sinistra, senza mai imboccare veramente la strada. Megköszönte a kongregációk nagy lelkűségét, jótékonyságát és a szegények iránti szolgálatát, végül az utolsó ítéletről elmélkedett. E non dimentichiamo cosa succederà nel giudizio finale. Il Signore non ci domanderà cosa hai studiato, quante lauree hai avuto, quante opere hai portato. No. Vieni con me, dirà il Signore, perché ho avuto fame e mi hai dato da mangiare, ho avuto sete e mi hai dato da bere, e ho perseguitato e mi hai custodito. Questo è il tema dell'esame finale, no? Sul quale noi saremo giudicati. A jelenlévő kongregációk között volt többek között a Szent Szív Társaság és az Isteni Hivatások Társasága. Ferenc pápa továbbra is figyelemmel kíséri a kínai eseményeket. Nemrégiben kifejezte, hogy szívesen ellátogatna az országba. Usted ha expresado su interés, su deseo de hacer una visita apostólica en China. Uy, tengo ganas. Sí. Sí. Si este sueño suyo se hace realidad, ¿qué lugares en China le gustaría visitar? Bueno, a la madre, a Shishan, ¿no? A pápa ezeket egy kínai jezsuitának mondta, hozzátéve azt is, hogy amennyiben vágya valóra válik, szeretne találkozni a kínai püspökökkel is. Ferenc pápa már több alkalommal is kifejezte, és június végén a sajtóval is megosztotta, hogy szeretne Kínába menni, de a feltételek jelenleg nem adottak. A püspöki kinevezésről szóló vatikáni kínai megállapodást illetően, amelyet először 2018-ban írtak alá, Parolin bíboros elmondta, hogy azt az év végén megújítják.
A pápát a mostani interjújában a pontifikátusa során őt ért kritikákról és ellenállásról is kérdezték. Bueno, a veces hay que esperar, aguantar, ¿no? Y muchas veces corregirse uno mismo, porque detrás de una resistencia puede haber una crítica buena. Y también con dolor a veces, porque las resistencias, como sucede en estos momentos, no son solo contra mi persona, son contra la Iglesia. Por ejemplo, hay un grupo, poca gente, ¿no?, que solamente reconoce hasta Pío XII, los papas, después ya no. Ferenc pápa a szedevakantisták kapcsán elmondta, hogy szerinte idővel ezek a csoportok integrálódni fognak. Ferenc pápa általában minden vasárnap nyilvánosan imádkozza az úrangyalát, de ezen túl bizonyos ünnepnapokon is. Az egyik ilyen nap augusztus 15-e, Szűz Mária mennybevételének ünnepe. A pápa Görögországért is imádkozott, ahol egy tűzvész mintegy 10 000 hektárnyi földet pusztított el. Decine di migliaia sono già evacuati. Molte famiglie sono rimasti senza casa. Migliaia di persone devono far fronte a terribili disagi. E oltre agli immensi danni materiali si sta creando un disastro ambientale. Prego per le vittime e feriti, assicuro la mia vicinanza a quanti sono provati da questo grave evento, confidando che possano essere sostenuti dalla comune solidarietà. És ahogy az elmúlt hónapokban folyamatosan, most is felszólított a gázai háború befejezésére. Continuo a seguire con preoccupazione la gravissima situazione umanitaria a Gaza e chiedo ancora una volta che si cessi il fuoco su tutti i fronti, che si liberino gli ostaggi e si aiuti la popolazione stremata. Incoraggio tutti a compiere ogni sforzo perché il conflitto non si allarghi e a percorrere le vie del negoziato affinché questa tragedia finisca presto. Más békét vágyó országokról is megemlékezett, köztük Ukrajnáról, Szudánról és Burmáról. Nagy boldogasszony ünnepét a kereszténység az első évszázadok óta ünnepli, de ez az esemény hivatalosan alig több mint 70 éves. Possiamo dire che già elmondhatjuk, hogy már a korábbi századokban is, gondolok itt például a középkorra, létezett a boldogságos Szűz Mária mennybevételének ünnepe, vagyis nem akkor született meg, amikor 12. Pius 1950. november 1-én dogmai rangra emelte. A dogma egy hitigazság, ami azt jelenti, hogy annak isteni kinyilatkoztatásban kell megmutatkoznia, és az egyház első évszázadai óta hagyomány útján kell továbbadni. La Chiesa non crea. Az egyház nem teremt kinyilatkoztatott igazságokat. Az egyház a kinyilatkoztatás letéteményese és a kinyilatkoztatás szolgálatában áll. A kinyilatkoztatás egyetlen szerzője Isten, a Szent Háromságos Egyisten, amint azt a II. Vatikáni Zsinat Dei Verbum dogmatikai konstitúciója tanítja. Jézus, a Krisztus, a kinyilatkoztatás beteljesedése, teljessége. Egy dogmát ki lehet hirdetni egy zsinaton, vagy amikor a pápa ex cathedra kimondja. Mária mennybevétele volt a legutóbbi dogma, amelyet az egyház 12. Pius pontifikátusa alatt hirdetett ki. In la fiesta dell'Assunzione della Vergine Maria contemplamos alla Madre di Dios partecipando con su cuerpo y alma en la gloria del cielo. En ella vemos ya realizada la plenitud de vida a la que todos estamos llamados. Ez volt az utolsó úrangyala, amelyet Benedek pápa a nagy boldogasszony ünnepén intézett a hívekhez. A következő évben, 2013-ban Ferenc pápa celebrált Szentmisét nagy boldogasszony napján.
A Vatikán továbbra is a békére szólít fel Ukrajna térségében. Pietro Parolin bíboros vatikáni államtitkár a közelmúltban Oroszországban történt ukrajnai támadásról szólva így nyilatkozott. Nagyon aggasztóak a fejlemények, mert ez új frontok megnyitását jelenti. Ebben az értelemben a béke lehetősége egyre távolabb kerül. Augusztus 6-án ukrán csapatok ezrei hatoltak be Oroszország nyugati, Kurszki régiójába, ez volt 2022 óta a legmesszebb menő és legjelentősebb inváziójuk. Parolin bíboros pedig a pápa szavait megismételve reagált, a háborút vereségnek nevezve. A bíboros nemrég tért vissza egy hatnapos ukrajnai útról, ahol különböző vallási vezetőkkel és Zelenszkij elnökkel is találkozott. Your Eminence, thank you so much that you found time, not only for the capital. You've been to some of our cities, saw people, and I think it's a good signal, strong signal from Vatican. Thank you for the support. Egyetértettek abban, hogy a konfliktusnak mielőbb véget kell vetni a további emberáldozatok elkerülése érdekében, amit a pápa is többször hangsúlyozott. Penso alle mamme delle vittime della guerra, dei soldati che sono caduti in questa guerra in Ucraina. Le mamme ucraine e le mamme russe, ambedue, hanno perso i figli. Questo è il prezzo della guerra. A háború kezdete óta a Vatikán többször küldött segélyt Ukrajnának. Nemrégiben élelmiszert, ruhát és gyógyszereket adományoztak a rászorulóknak. A Vatikán továbbra is megpróbálja elősegíteni az ukrán-orosz konfliktusban a párbeszédet. Augusztus folyamán Matteo Zuppi bíboros telefonbeszélgetést folytatott Li Huival, a kínai kormány eurázsiai ügyekért felelős különleges képviselőjével. Hui elismerését fejezte ki a Vatikán folyamatos közvetítési és humanitárius segítségnyújtási erőfeszítéseiért. A bíboros pedig megköszönte a kínai kormánynak a béke előmozdítására tett rendíthetetlen igyekezetét. Zuppi bíboros és Hui képviselő egyetértettek abban, hogy elő kell mozdítani a párbeszédet Oroszország és Ukrajna között az igazságos és tartós béke megfelelő nemzetközi garanciáival. Zuppi bíboros az Avvenire című olasz püspöki lapban azt írta, hogy vannak bizonyítékok az előrelépésre. A békének, a szolidaritásnak és a párbeszédre való hajlandóságnak itt-ott vannak jelei. Ferenc pápa Zuppi bíborost alig egy évvel ezelőtt Kijevbe, Moszkvába, Washingtonba és Pekingbe küldte, hogy enyhítse a feszültséget és teremtse meg a béke útjait. Augusztus 12-én a vatikáni államtitkár Pietro Parolin bíboros telefonbeszélgetést folytatott az újonnan megválasztott iráni elnökkel a közel-keleti erőszak eszkalálódása miatt. Az új elnököt Masoud Pezeshkian szívsebészt július végén iktatták be. Ő az első reformpárti elnök Irán elmúlt 20 évében. Pezeshkian nyugati vezetőktől felszólítást kapott, hogy álljon el Izrael azonnali megtámadásától, mivel attól tartanak, hogy ez egy átfogó háborút robbanthat ki a Közel-Keleten. Ő kifejezte, hogy szeretné elkerülni a háborút, de hozzátette, hogy országának joga van válaszolni az agresszornak, miután Izrael megtámadta a Hezbollah egyik parancsnokát Libanonban. A Vatikán által kiadott közlemény szerint az új elnök a párbeszédet, a tárgyalásokat és a békét részesíti előnyben. Az Ortega kormány folytatja a keresztények elnyomását Nicaraguában. Legutóbb a belügyminisztérium bezáratta a Caritast a Malajalpa egyházmegyében. Minden ingó és ingatlan vagyonát az államra ruházták át. A nicaraguai kormány mindezt augusztus 12-én jelentette be az ország hivatalos lapjában. A Caritas jogi státuszának megszüntetését a többi között azzal indokolják, hogy az intézmény nem nyújtotta be a 2020 és 2023 közötti pénzügyi beszámolóját, és hogy az igazgató tanácsának 2022 óta lejárt a megbízatása. A Caritas ellehetetlenítése csak egy az elmúlt hónapokban végrehajtott számos intézkedés közül.
Előzőleg több papot is letartóztattak, és az egyházmegye püspöke Rolando Álvarez továbbra is római számüzetésben van. Az Ortega kormány 2018 óta 46 papot utasított ki az országból. Sokukat a Vatikán fogadta be. Július vége felé trópusi tájfun söpört végig a Fülöp-szigeteken, 34 halálos áldozatot követelve. A vihar közben valaki az életét kockáztatta, hogy megmentse az oltári szentséget és a felbecsülhetetlen értékű erekjéket. De la Cruz a Fülöp-szigeteki Marikina város relikviáriumának elnöke. Itt több mint 1000 modern és történelmi erekjét őriznek, mellette szentmiséket, gyónási lehetőséget és más liturgikus szolgálatokat is kínálnak. Amikor a tájfun lecsapott, de la Cruz egyedül volt a relikviáriumban. Azon az éjszakán az első dolog, amire gondoltam, az oltári szentség megmentése volt. Bármi történjék, Jézus az első. Miután elhoztam Jézust az oltári szentségben, azt mondtam, Uram, te már biztonságban vagy, most a szentjeidet kell kihoznom. Miután az oltári szentséget biztonságos helyre vitte, de la Cruz megcsúszott, elesett, és 2 órára elvesztette az eszméletét. Arra ébredt, hogy az épületbe ömlik a víz. Miután elestem, és újra magamhoz tértem, első dolgom volt felmenni, és hálát adni az Úrnak. Uram, köszönöm, hogy még élek. Rövid imádsága után visszament az erekéket menteni, annak ellenére, hogy azzal az életét kockáztatta. Azért tettem ezt, és azért kockáztattam az életemet, mert ez az én imádságom Jézushoz, hogy kész vagyok felajánlani az életemet neki, érte, az egyházért és a szentjeiért. Azt hiszem, ez az idő a hitem próbája volt. A tájfun pusztítása után az oltári szentség és az erekék sértetlenek maradtak. A relikviárium folytatja küldetését, arra ösztönzi az embereket, hogy szentek legyenek, és éljenek is úgy, mint a szentek. A Way Up nevű új alkalmazás megmutatja az embereknek a környékükhöz legközelebb eső közösségeket és tevékenységeket. Ez egy olyan alkalmazás, amely összehozza az egyház minden aspektusát. Vagyis nem akartunk valami újat létrehozni, mert az egyháznak már annyi gazdagító lehetősége van világszerte. Annyi élő plébánia, tele fiatalokkal, akiket megkérdeztünk. Mi lenne, ha létrehoznánk egy olyan alkalmazást, mint az Airbnb? Tartózkodási helytől függően megmondja, hogy mi van a közeledben. Egyelőre 3 kategóriát kínál az alkalmazás a plébániák, mozgalmak és lelki gyakorlatok területén. Ha Isten is úgy akarja, októberben elindítjuk az önkéntes programokat. Sokan vannak, akik azt mondják, újvárosba érkeztem, és szeretnék önkénteskedni, de nem tudom, hova menjek. A lakóhelyettől függően láthatod, hogy milyen önkéntes lehetőségek vannak a közeledben, és hogy mi a munka. 3 hónapja indult el az alkalmazás, és Spanyolországban már mintegy 16 ezer embert töltötte le. Az alkalmazás segítségével már több mint 300 fiatal csatlakozott különböző közösségekhez szerte Spanyolországban. Ma még csak Spanyolországban érhető el, de az elképzelésünk szerint tovább bővül. Küldetésünk, hogy az egyház szócsöve legyünk, hogy egyesítsük mindazt, amivel az egyház rendelkezik. Hangot akarunk adni annak, ami már létezik, ami jó, és amire a fiataloknak szüksége van. A csapatban több mint 50 ember dolgozik együtt, hogy olyan projekteket támogasson, amelyek segítik a katolikusok lelki szükségleteit. Nigériában több keresztényt ölnek meg évente, mint a világon máshol együttvéve. Valaki Texasból úgy döntött, hogy segíti az itt élő embereket. Mike Arnold, Blanco polgármestere 2019-ben elindította az Africa Arise nevű szervezetet, hogy fizikai és lelki támogatást nyújtson ezeknek a keresztényeknek.
Amikor vasárnap kézbe veszik a Bibliát, hogy a templomba menjenek, lehet, hogy ez lesz az utolsó dolog, amit tesznek, és megteszik. A hit valóság számukra. Ők úgy élik meg, és úgy tapasztalják meg, ahogy a legtöbben nem, mert számukra valóságos. A szervezet az otthonukat elhagyni kényszerült gyermekek életének javításán is fáradozik. Ez egy olyan nő kérésére indult el, aki egy nyomornegyedbe menekült, miután faluját lemészárolták. Eljutottak ebbe a táborba, és azt mondták nekik, hogy ott kell maradniuk. Saját kunyhót kellett építenie ennek a három gyerekes asszonynak. Megkérdeztem tőle, mert a szívem megesett rajta, hogyan segíthetünk. Azt hittem, azt fogja mondani, hogy folyóvíz, szállás, ház, étel, ruházat, egészségügyi ellátás, higiénia kell. De ő csak egy dolgot mondott. Ezt mondta, segíts nekem tanítani ezeket a gyerekeket. A szervezet azóta két iskolát alapított, és több mint 500 diáknak kínál órákat. Most egy harmadik iskola alapkövét is letették. Az Africa Arise segítséget és oktatást nyújt a három nigériai táborban élő több mint 5000 gyermeknek. Következő adásunkban Ferenc pápa folytatja a szerdai általános kihallgatásokat itt a római riportokban.